Időnként elkap az a hév, hogy látomásaim vannak a jövőt illetően, és nem csak a magyarságot illetően, hanem más nemzetek sorsára vonatkozóan is. És akkor ezeket a utópia szerűen megszoktam osztani az olvasóimmal, és így tettem 2013. január 18-án is, tehát majdnem három évvel ezelőtt. Úgyhogy megosztom. Ezt az utópiát is, amit akkor írtam, hát ha a mai nap látszik belőle valami, illetve bizonyos dolgokat érdemesnek tarthatunk megőrizni, a többit pedig elvetni. Tehát 2013. január 18. Utópia. Nem az a lényeg, hogy feltámasszuk a magyar királyságot szakrális szimpadiasságában, hanem hogy visszahozzuk Európának azt, amit a XII. században szakralitás fogalma alatt értett. Már aki értett. Ez egy közös tudatmező volt, Jeruzsálemtől Trondheimig. Nem Róma irányította, és köze volt hozzá a korai mágus papoknak, templomosoknak, stb. Nem népekről beszélünk, hanem tudatmezőről és elvrendszerről. Mely az egész művelt világot értette. Ennek a rendszernek az örökösei mindenféle népek egyénei és körei, avagy szervezetei fejében maradt csak meg, és átfogóan, ha nem is, de részeiben még működik, él. A kapcsolat és a rendszer a fontos, a frekvencia a rendszer, amiben ez a korszak is működött. Ma megkérdezte valaki, hogy kell-e visszahozni a királyt, vagy egy államférfiben testet ölthet-e? Régen azt gondoltam, hogy vissza kell hozni. Ma azt gondolom, hogy a világ nem fogadna el, és nem is bírna el egy valós szakrális királyságot. Négy milliárd embernek kéne körülbelül meghalnia a bevezetésébe. Ezért a jelen struktúrához kell majd installálni, ami így is alapos és erős átrendezést hoz majd. Vagyis politikai környezethez igazodva be lehet installálni a szakrális világképet. Ma így látom. Tehát az államférfi lehet akár egy szakrális ember is, csak a címkéje más. Végül is ma Obama úgy él, mint egy király. Úgy is védik. Úgy is tisztelik. Bár lehet erős volt a példám, mégis a közigazgatási rendszer csúcsán álló személy miért is ne lehetne beavatott? A világ át fog rendeződni és innentől utopisztikus hülyeségeket osztanék meg. Amerika nem marad egybe. Az erősek megőriznek egy területet, a nagyfejesek pedig átköltöznek Európába vagy máshova. Európa szétesik kisé, lesz egy erős klik körülbelül 17 államból, ősi nagykárolyi elveken, és lesznek a leszakadók. Magyarország nem lesz az EU tagja. Ahogy a keletre formálódó ázsiai unió tagja se az is létrejön. Oroszország, Irán és Kína részvételével. Giga nagy erő és hatalom, körülbelül 70 év összecsiszolódás. Magyarország magára marad látszólag, de megjelenik itt valami, ami nem lehet sem az EU, sem az Ázsiai Unió szerves tagja, része. Viszont mindkettővel kapcsolódó, baráti, rokon régió lehetünk. Hogy mi adja ehhez a muníciót, azt nem mondom el. Végül is hülye vízióim nem minden pontja érdemel nyilvánosságot. De az evolúció és a világ kőkemény DNS harcában alaposan kiveszi újra a részét az a nép, amit magyarnak nevez a szellemvilág. Irdatlan keveredés, de egy logikusabb égi logika következik, és a mágneses pólusok igen gyorsan fognak forogni semmi sem lesz az, amiben három-öt éve hittünk volna. A mágnesek fognak hamarosan változni. Hat dimenzióból mozgatva, és ezek alapján modelleztem le a fenti utópiát. Amúgy meg lehet semmi sem igaz a fentiekből, de Magyarország nem lesz eu -tag. az szinte tuti. Ahogy az is, hogy Amerika össze fog omlani a mai teljes egészéhez képest, de meg nem szűnik. És az is nyilvánvaló előttem, hogy híd szerepe lesz Magyarországnak sosem látott szorosabb szövetségben a brit királysággal, akik szintén nem lesznek EU tagok. Talán még monetárisan sem.